Az alma tényleg nem esett messze a fájától. A kisgulyás, vagyis a szó igazi és átvitt értelmében is a magyar férfi kosárlabdázásban válogatott és klubszinten egyaránt maradandót alkotó Nagy Gulyás Róbert, szintén kosaras fia, két év zalaegerszegi kitérő után hazatért Paksra nevelőegyesületéhez, az ASÉ-hez. Ahogy egészen fiatal siheterként eltervezte azt a 194 centire nőtt bedobó, úgy érzi, az ottani több játék lehetőség, mint amennyit Pakson kaphatott volna, kellőképpen szolgálta fejlődését azon az úton, hogy egy komoly célokat kitűző csapatban is megállja majd a helyét. Az ASE bőven ezek közé tartozik. Nem az, hogy 2-3 percekre beállt az ember a meccs végén, hanem hogy tényleg meghatározó szituációkban is a pályán lehettem, ezt szerintem eléggé fontos lehet a karrierem szempontjából. Ahhoz, hogy az ITL-ben ne csak párperces epizód szerepei legyenek, hanem a szurkolókban elismerést kiváltó megoldása is, abban a Zetében játszó ex-paksi Szabó Zsolt is segítette, mind a hétköznapokon, mind a mérkőzéseken, akinek ma is hálás ezért, de nem csak neki, a többieknek is. Egyszer a Szombathely ellen sikerült győznünk hosszabbításba, ami nagyon fontos volt így számunkra, mind lelkileg, mind a számokba. És a Szolnok ellen játszottunk idén egy mérkőzést, ahol eléggé fokhíjas csapat, de sikerült győzelmet kiharcolnunk a meccs végére. Ezzel a névvel a Paksba szerepelni első blikre hálás, de inkább összességében lelki terhet jelentő édesapja Gulyás Róbert sokak által ismert nagyívű pályafutás okán. Milán Amondó eddig is tudta, hazatérve is tudni fogja ezt a tényt pszichésen kezelni. Már csak azért is, mert ő más alkat, mint édesapja, és ugyebár más poszton is játszik. Azt, hogy ezzel a névvel játszok, az igazából nem nagyon változtat számomra semmit. Igazából aki egy kicsit is ért hozzá, nem hasonlít minket össze, hiszen teljesen más poszton játszunk. Sok mindenben kiszoktam kérni a véleményét, és meghallgatom a tanácsait, de nyilván mindig elmondja, hogy az én döntésem lesz, és örül, hogyha tud tanácsot adni. Próbál mindenben segíteni, de hogy nekem kell eldöntsem a legvégén. Úgy látja, a mostanra már kialakult magyar mag, akikkel újra szerződést kötött a klubvezetés, és a régi és az újonnan érkező külföldiek garanciát jelentenek arra, hogy remek csapata lehet az ASÉ-nek a következő szezonra. Szerintem egy jó magyar mag lesz. A légősokról egyelőre még nem tudok semmit mondani, mert én arról nem tudok semmit, de remélhetőleg egy jó csapat fog összejönni, igen. Gulyás Milán meglátásai szerint a 2020-21-es egyelőre reménybeli bajnokság ugyanolyan, vagy még kiegyenlítettebb lesz, legalább 6 megközelítőleg azonos erősségű csapattal, nem lesz egy vagy két a mezőnyből kiemelkedő csapat, mint a távolabbi múltban volt. Bízom abban, hogy minden csapat erősödni fog, és hogy nem lesz az, hogy 3-4 csapat elő nagyon erős, és a vége kevésbé, hanem az, hogy egy erős bajnokság lesz, mindegyik csapat tud majd meglepetést okozni. A hazatérő saját nevelésű, az igazi nagy bemutatkozás előtt levő játékos labdaéjsége csillapítására már részvevője az egyelőre még csak kis csoportos edzéseknek.